Már a nagyasszonyunk katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium aulájában is járt a Mikulás, de mellette az asztalokon egymás mellett sorakoznak a színes karácsonyi díszek, az adventi koszorúk, a mézes kalácsok és minden olyan apróság, ami már az ünnepeket idézi. Ez a vásár hagyomány az intézményben, hiszen az advent időszakban évek óta immár sokadik alkalommal szervezik meg. 8. éve rendezzük már meg a karácsonyi betlehemi csodaváró vásárunkat, ami a szülők, a pedagógusok és a gyerekek közös összefogásává jött létre. A vásár különlegessége, hogy egyes darabjait az alsós napközis csoportok, a tanulók, a pedagógusokkal együtt vágták, ragasztották, illetve a szülők is felajánlották a saját készítésű díszeiket. Októbertől készülnek már a napközis csoportok a kis ajándékokkal, ajándéktárgyakkal, amit a szülők megvásárolhatnak, illetve vannak olyan szülők, akik felajánlják munkájukat, és ezt itt a vásáron eladják, és a befolyt összeget nekünk adják. Elsőtől negyedik osztályig minden napközis csoport készül erre a vásárra, külön délutáni napközis foglalkozások keretében, illetve a szülőket is nagyon érdekli ez a vásár, nagy népszerűségnek örvend iskolánkban. Sőt, még a kalocsai gyermekotthon lakói is küldtek be saját készítésű díszeket. Az adventi vásár egész héten várja a betérőket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy több százezer forint is összegyűlik a végén a bevételekből. Erre számítanak most is, és idén a napközis csoportok részére logikai fejlesztő játékokat vásárolnak belőle.